A ma esti témánk a nyelőcső és a gyomor értelmes biológiai különprogramjait taglalja a germánygyógytudomány szerint. Hogy mi a germánygyógytudomány, mit kell róla tudni, hogyan taglalja ezeket a programokat, azokat hamarosan megtudjuk ma esti előadónktól, dr. Budai László Károlytól, aki orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeuta, elmondja nekünk, hogy mit is jelentenek a nyelőcső és gyomor értelmes biológiai különprogramjai. Fogadják őt szeretettel, Karesz, tiéd a szó. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a forró nyári éjszakán, estén, és forró történetek kerülnek ma bemutatásra, mivel hogy azért fájdalmas dolgok szoktak lenni, ha fájdalmas a nyelésünk, vagy éppen a gyomorszájunk tájékán égő érzést érzünk, ezek azért mindenképp felkeltik a figyelmet, hogy itt valami nincs rendben. De, amint Réka is említette, kérdés, hogy hogyan betegítjük meg magunkat, mert ugye azt már aki valamit hallott a germán gyógytudományról, azt tudja, hogy mi betegítjük meg magunkat, de mi is gyógyulunk meg, ha tudjuk, hogy mi a betegségnek a valódi kiváltó oka. A germán gyógytudomány dr. Ike Gerd Hamernek köszönhetjük. Először új medicina volt a neve, aztán germán új medicina, és végül a germán gyógytudomány elnevezést védték le, pontosan azért, hogy megkülönböztessék minden mástól, ami nem erről szól. Hamer doktor az élete tragédiájának köszönhette a nagy felfedezést, csak hogy a felfedezését a világ nem akarta tudomásul venni, de hát amikor az igazság végre kiderül, akkor ezt nem lehet már eltitkolni. És az a jó, hogy ez az igazság ez terjed, és az embereket csak arra kéri, hogy logikusan, józan paraszti ésszel gondolkozzunk. Ugyanis a megbetegedéseink mögött a valójában különbséget kell tennünk, hogy valamilyen romlott étel okozza-e a gyomorpanaszunkat, vagy valamilyen megoldatlan lelki ügy. Mert természetesen a hibás táplálkozás az problémákat fog okozni a tápcsatornában, ez nem kérdés. És ilyen szempontból, ha romlott tojást teszünk, akkor természetesen, hogy megfelelő tünetek jelentkezni fognak. De vannak olyan lelki tényezők, amelyek természetesen még mindig a gyomrunkat érinti, függetlenül attól, hogy mit ettünk. És akkor fogjuk ezt megérteni, hogyha az öt biológiai természettörvényt Hamer doktor szerint megismerjük. Ezek a törvények, ezek mindenkire vonatkoznak, nem csak az emberekre, hanem az állatokra, sőt a növényekre is. Lehet róla nem tudomást venni, attól függetlenül a mi szervezetünk még mindig így működik, eddig is így működött, és ezután is minden ember, akit anya szül, az így fog működni, legalábbis biológiai szinten. Hamer doktor a fia halálával kapcsolatban, a fia elvesztésével kapcsolatban jött rá az első biológiai természettörvényre, amit ugye akkor a rákvas törvényének nevezett, és a DHS kritériumai a fia nevét tartalmazzák, Dirk-Hamer szindrómát jelent, vagyis azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy érzelmileg elindított, fel nem oldott program szervi elváltozást indítson el. Vagyis olyan érzelmileg megérintett drámai történetről van szó, ami váratlanul meglepetésszerűen érkezett, és nagyon súlyos fokban éltük ezt meg. Ez az első három kritérium, ez mindenkinek az életében adva volt, és adva lesz a holnapi naptól is, de az, hogy mennyire fogjuk ezt magányosan átélni, illetve meddig maradunk a konfliktusban, ez viszont csak mi tőlünk függ. És ez az, ami nagyon lényeges, mert már ez rögtön a megoldásra is utal, hogy rögtön le tudunk állítani egy külön programot, hogyha nem maradunk benne a konfliktusban, hanem mindazt, amit érzelmileg megéltünk, azt érzelmileg el is engedjük. Az érzelmi lelki megrázkódtatások az agy közvetítésével indítanak el szervi elváltozást,
A lélek agyszervtengelynek a leírása, tudományos táblázatba való foglalása Hammer doktornak egy Nobel-díjas műve kéne, hogy legyen. Csak hogy, mint ahogy annak idején Semmelweis Ignácot se ismerte el az akkori orvostársadalom és az úgynevezett tudomány, így úgy néz ki, hogy Hammer doktor tudásának az elismerésére is még várni kell, legalábbis a hivatalos oldalról. Bár történt bírósági végzés arról, hogy felül kell vizsgálni Hammer doktor téziseit, ez mind a mai napig nem történt meg. Vajon miért? Mert tegyük fel fordítva a kérdést. Tegyük fel fordítva. Mi lenne, ha Hammer doktornak igaza lenne? Kérdezzük meg a szkeptikusokat. Akkor vajon mi lenne? Na, akkor fogunk rájönni arra, hogy ezért nem történt meg minden, mert ha kiderülne, hogy a lelki megrázkodtatások tudnak szervi elváltozást elindítani bennünk, és az érzelmi szintű megoldással megoldható lenne egy csomó minden, ami most rengeteg pénzbe kerül, akkor ez kinek lenne rossz, és kinek lenne jó. Itt elnézést kérek, most látom, hogy a sinekből a sin azért még itt maradt, mert a konfliktus pillanatában kialakulnak a sinek, vagyis azok a körülmények rögzülnek, amelyek között mi megéltük ezt a DHS-t. És ha nem mondjuk fel érzelmileg mindazt, amit elindítottunk, akkor már ezután konfliktus nélkül is el fog indulni az értelmes biológiai különprogram. Ez egy nagyon lényeges kérdés, és ez fogja alapját adni a krónikus megbetegedéseknek. Tehát az egyetlen dolog, amit ebből nekünk meg kellene jegyeznünk, hogy ne újjék el a nap a te halagoddal. Elnézést, az utcazaj behallatszik a nyitott ablakon keresztül. Szóval nem újjék el a nap a te halagoddal, ezt már régóta tudjuk, csak nem tartjuk be. Viszont ha minden este békére zárnánk le az életünket, megbocsátással, megértéssel, empátiával, elengedéssel, akkor igazán elkerülhetnénk a megbetegedést is, és a súlyos történeteket is, amelyek aztán nagyon komoly szervi elváltozást indítanak el. Tehát a lélek-agyszerv-tengely egy fantasztikus paradigmaváltást jelent a medicinában, hiszen nem abból indulunk ki most már, hogy a biológiánk nem tudja, hogy mit csinál, ismeretlen, meg rossz indulatú, meg gyógyíthatatlan betegségek vannak a szervezetünkben, nem tudhatjuk, hogy mi van, tehát szűrővizsgálatokra kell járni, minden lyukba be kell tekinteni, nincsen ott valami elváltozás, hanem arról van szó, hogy ha valamit érzelmileg elindítottam, és azt érzelmileg beállítom, akkor kezicsókolom, meggyógyulom. Persze nem mindegy, hogy mennyi ideig ülünk a konfliktusban. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert hogyha ez sok ideig tart, akkor nyilvánvaló a biológiai válasz is annak megfelelően eléggé intenzív, erős lesz. De mi is az, hogy konfliktus? Mit jelent számunkra egy konfliktus? Hát nem soha nem az, ami történt. Nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én ezt hogyan éltem meg. Vagyis az egyetlen valóság mindig az én megélésem lesz, függetlenül a történettől. És hogy a mindenkinek a megélése, hogy hogyan alakul, az mélyen belénk rögzült viselkedés mintáknak a következményei, és ezért ezen a példán, amit ugye mindig kivetitek, Hammer doktor mintája, példája, hogy egy hölgy hazatérés a hálószobába a férjét, a párját, a kedvesét egy másik hölgyel találja, akkor az szerint fog nála elindulni egy értelmes biológiai különprogram, hogy ő ezt hogyan élte meg. Az első biológiai törvény, ez nagy felzúdulást keltett, és természetesen, akiknek nem volt érdekük megoldani, vagyis, hogy mondjam, akinek nem volt érdeke az, hogy a gyógyításban figyelembe vegyük a lelki tényezőket, és azokat megfelelően kezeljük,
azok ezt az egészet lesöpörték az asztalról, de mint mondom, még bírósági végzés ellenére sem voltak hajlandóak hivatalosan elismerni Hámer doktor igazságait. De ne felejtjük el, hogy Hámer doktor téziseit számtalan fórumon már igazolták, és annak ellenére, hogy a medicina még ma sem ennek, ezeknek az elveknek az alapján működik, ennek ellenére ezek a dolgok igazak és működnek. Ezt mindenki letesztelheti magán. Nem statisztikai adatokat kell várnunk, hisz önmagunknak mindig 100%-ot jelentünk. Én úgy gondolom, ha valaki meg szeretne gyógyulni, nem csak 80%-ban szeretne meggyógyulni, hanem egészen. Tehát önmagunknak mi 100%-ot jelentünk. Ezért tehát, ha belevágunk abba, hogy megismerjük ezt a tudományt, és elkezdjük alkalmazni azt a tudást, ami ebben benne van, akkor megtanulhatunk betegségek nélkül élni. Az EBK, vagy értelmes biológiai különprogram, ahogy ezt Hammer doktor nevezi, egy nagyon jó megnevezés, hiszen külön programról van szó, ami különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk. És a DHS pillanatában, ugye, mint mondtam, ha benne ülünk a konfliktusba, a kérdés, hogy mennyi ideig, addig tart a konfliktus aktív szakasz. Ez a görbe Hammeri iránytű nevet is viseli, hisz itt Hammer doktor grafikusan ábrázolta mindezt, ami a szervezetünkben történik egy értelmes biológiai különprogram alkalmával. Látjuk az idő tengelyen az első függőleges vonalat, rajta a DHS-t, vagyis megtörtént egy váratlan, megemészhetetlen program. Valami, amit mi megemészhetetlennek vélünk, mert az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között. Mi a biológiánk számára egy megemészhetetlen bosszúság ugyanaz lesz, mint egy megemészhetetlen falat. Tehát elindul a biológiai program, és kérdés, hogy meddig bosszankodunk, meddig rágódunk, hisz a mai napnak pontosan ez a témája, a bosszankodás, a rágódás, és át még az ehhez kapcsolódó egyéb érzések. De konfliktus aktív szakaszban mondjuk rágódunk valamin, mert nem kaptunk valamit meg, amit szerettünk volna, és rágódunk rajta, akkor vajon mi lesz? A biológiánk egy csomó emésztő enzimet ad hozzá, és a gyomrunkban gyomorsav túltengés indul be. Ezt mindenki ismeri, érzékeli, aki rágódó típus. És a gyomorsav túltengés kérdés, hogy meddig tart, addig, amíg benne fejezzük a rágódást érzelmileg. A helyzet az, hogy a megoldás nem mindegy, hogy hogyan következik be. Lehet, hogy a probléma megszűnik magától, mondjam úgy, az élet megoldotta a helyzetet, és abban marad a rágódás, de kérdés, hogy egy újabb konfliktus kapcsán, ami lehet, hogy teljesen másról szól, nem-e ismét rágódással fogunk erre reagálni. Mert hiszen, mint mondtam, vannak viselkedési minták, amiket másolunk. A megoldás tehát, ha érzelmileg történt meg, az a legtökéletesebb, de hogyha csak megváltoztak a körülmények, vagy újabb és újabb programokat indítok el, akkor ez át fog menni megoldásba, és a megoldás mindig gyulladásos tüneteket fog okozni. Ez lesz az úgynevezett gyomorhurut, vagy a gyomor nyálkahártyájának a gyulladásos kimutatása, a gyulladásnak a kimutatása, hiszen mindig gyulladásos tünetekkel fogunk találkozni akkor, amikor megoldódik egy program. Az epileptoid krízisben fokozódnak a tünetek, és itt fokozott gyomorgörcsről beszélhetek, majd utána bekövetkezik a gyomornyálkahártyának a teljes rendbetétele. Itt még mindig fáradtnak érezzük magunkat, gyengének, és az éjszakai izzadás is még jelen van, de a lényeg az, hogy ha tudjuk, hogy a programnak a második részében vagyunk már az erős gyomorgörcs után, már napok kérdése, és újra tökéletes lesz az emésztésünk, és minden rendben lesz. Vagyis a biológiai program első részében, a konfliktus aktív szakaszban, arra, amit nem tudtam én megoldani érzelmileg, már kaptam egy biológiai választ a konfliktus aktív szakasz alatt. Ilyenkor amúgy nem csak a rágódás a
tünetünk, hanem azért nyugtalanok vagyunk, nehezen alszunk el, vagy ha elalszunk, felébredünk, lehet, hogy éjszaka álmunkban is folytatjuk a rágódást, a meg nem emésztett történeten, és emelkedik a pulzus szám, emelkedik a vérnyomás, és a feszült ideg állapotban hideg a kezünk, hideg a lábunk. A gyógyulási folyamat, amikor mi betegnek hiszük magunkat, ugye, mert tüneteink vannak, az már arról szól, hogy azt, amit a konfliktus aktív szakasz alatt a biológiánk a túlélés érdekében megtett, azt helyreállítja, és amint látjuk, ez két szakaszban történik meg, középen pedig van még egy epileptoid krízis, aminek a tünetei attól függnek, hogy mennyi ideig ültünk a konfliktusban. Nem tudom, ki mit tudott megoldani rágódással, bosszankodással, de ez egy olyan öngól a számunkra, amivel teljes mértékben tönkre tudjuk tenni nem csak a gyomrunkat, hanem az egész emésztésünket. A kérdés csak az, hogy hogyan zajlik le a program. Mert vannak olyan dolgok, amin egy életen át tudunk rágódni, és ez azt jelenti, hogy a konfliktus nem oldódik meg. Vagy olyan emberről van szó, aki folyamatosan bosszankodik. Épp a mai nap olvastam egy levelet valakinek, 15 éve áll fent egy bosszankodással kapcsolatos krónikus betegsége. De kérem szépen, miért kell 15 éven keresztül bosszankodni? Szóval ez itt egy nagy kérdés. A szerencsésebb az, amikor a lefolyás policiklikus, mint ahogy itt a második sorban látjuk, vagyis azt jelenti, hogy megtörténik a bosszankodás, a rágódás, aztán utána van egy szünet. Van egy olyan időszak, amikor ez nem jellemző. Aztán kiderül, hogy újra tudunk valamint ismét bosszankodni, rágódni, vagy mivel nem érzelmileg zártuk le az első bosszankodásunkat, és találkozunk valakivel, aki hasonlít arra, aki miatt mi bosszankodunk, vagy hasonló helyzetbe kerülünk, tehát a sínek emlékeztetnek, akkor ez a program már bosszankodás nélkül is elindul, és csak azt fogjuk észrevenni, mondjuk, hogy tavasszal és ősszel fáj a gyomrom, kiújult a fekélyem. Vajon miért? Mert tavasszal és ősszel volt egy olyan megemészthetetlen konfliktusom, amit nem zártam le, viszont a körülmények azok emlékeztetnek, és újra, mint mondtam, most már konfliktus nélkül is elő fognak jönni ezek a programok. Az öngól második lépésben az, hogyha már azon, hogy fáj a gyomrunk, már azon is bosszankodunk, és akkor gyakorlatilag körbeért a történet. Aztán van a függőgyógyulás, amint látjuk itt az alsó vonalon. Itt arról van szó, hogy nagyon gyakran kerülünk sínre, tehát nem is tud kifutni a program, mint a fölötte levő vonalban. Itt folyamatosan a gyulladásos tünetek lesznek azok, amik előjönnek, és ami miatt szenvedni fogunk. A harmadik természettörvényhez Hammer doktor úgy jutott el, hogy beleásta magát az embriológiába és a magatartástudományba. Az embriológia az a tudomány, ami azzal a 9 hónappal foglalkozik, ami a megtermékenyítéstől a születésig történik az anyamében. Mindannyian tudjuk, hogy egy megtermékenyített petesekből alakult ki az egész testünk, és a 10.-12. napon itt látjuk keresztmetszeti képen azt a 3 csiralemezt, amiből aztán meghatározott szövetek és szervek alakulnak ki, és amit látjuk a képnek a jobb oldalán, ezeket a szöveteket megfelelő idegi központok irányítják. Az alsó csiralemez, vagy belső csiralemez endodermából azok a szöveteink alakulnak ki, amelyek a falat konfliktus megoldásához szükségesek. És nem csak a táplálékfalatról van itt szó, hanem a víz, a levegő, a fény és a hangfalatról is. Az minden ilyen falatkonfliktust az agytörzs vezérel, a legősi vagyunk, hiszen ezekre az említett falatokra szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. Tehát logikus, hogy a legősibb agyi részünk, az agytörzs, ezekkel a dolgokkal foglalkozik. És természetes, hogy itt Hammer doktor a tápcsatornát ábrázolta, szájnyílástól a légbélnyílásig, nagyon vázlatosan.
ebben van benne a gyomrunk is, meg a nyelőcsövünk is, de a szájüregről már volt külön webkonferencia, a vékony és vastag bélről szintén, a végbélről szintén volt webkonferencia, illetve a máj, epe és hasnyálmirigy programjait is összefoglaltuk már. Tehát az egész tárcsatornát végignézhetjük, akár egybe, akár külön-külön. Kérdés, hogy kinek melyik része fontos, de mindig falat konfliktusról van szó, és mint mondtam, a falat nem csak a táplálék falatot jelenti, hanem minden, amit mi úgy élünk meg, hogy szükséges a túlélésünk érdekében. A középső csíralemeznek a sejtjei a mezodermából, jobban mondva a mezenkímából alakul ki, majd ezek az ősi mezenkíma sejtek kétféleképpen differenciálódnak, lesznek az új mezoderma és a régi mezoderma sejtjei. Nos, a régi mezoderma sejtjeit a kisagy irányítja, ez a vélt vagy valós támadások megoldását fogja rögzíteni, és innen indulnak el azok a szervi válaszok, amelyek az irhának és járulékainak a sejtszaporodását indítja be, vagy a burkoknak a sejtszaporodását, vagyis hashártya, mellhártya és szívburokról beszélünk. Ugyancsak a kisagy irányítja a gondozási konfliktusokat, vagyis azt az érzést, amikor túlzásba visszük az aggódást. Na, ez egy másik öngól mindenki számára, mert még aggódással se oldott meg senki se semmit se az életében, de meldaganatot már tudott csinálni belőle jócskán. A fölötte levő idegi központ a fehér állomány, ide azok az érzések fognak becsapódni, amelyek az önleértékelésről szólnak, és az önleértékelés mindig önpusztítást jelent, vagyis itt konfliktusaktív szakaszban először sejtek sorvasztását indítjuk el, mégpedig a mozgással kapcsolatos szövetekről beszélünk. Ezért látunk itt egy kis csontvázat, mert ugye a mozgásnak az alapját a csontok adják, a csontokat ízületek inak kötik össze, a csontokat izmok mozgatják el, az izmokat erek látják el, osztógyűjtő és nyirokerek, és a kötőszövet és zsírszövet az az, ami még ide tartozik, és először sorvad, majd megoldásban visszaépül fájdalmak kíséretébe, kivétel a zsírszövet az fájdalom nélkül tud szaporodni megoldási fázisban. Nos, az önleértékelésről is van egy külön összefoglaló előadás, tessenek megnézni, akit érdekel, akinek csontízület, izom, ér vagy egyéb kötőszöveti problémája van, az legyen szíves ebben az előadásban tájékozódni, amúgy az önleértékeléssel kapcsolatban eddig 19 webkonferencia anyag került ki a weblapnak az oldalaira, illetve a saját YouTube csatornánkra. A külső csíralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, a piros baba az elválasztási konfliktust ábrázolja, ami azt jelenti, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől. Ez egy nagyon lényeges, és kint a vagonban egy életveszélyes történet, hogy gondoljunk csak arra, ha a fiatal kölyök elszakad az anyjától, az onnantól kezdve a ragadozók martalékává válik. Tehát az elszakadástól való félelem is elválasztási konfliktust fog okozni, és a bőrünknek a külső részén, a több rétegű elszarosodott labhámon fogjuk ennek a tüneteit látni a megoldási szakaszban. A birtok konfliktusokat is az agykéreg irányítja, erre még a mai előadásban egy kicsit részletesebben kitérünk, és ide érkeznek az érzékszervekből érkező idegingerületek, és itt válik minden érzetté, hátul a nyakszíti lebenyben a látás érzet alakul ki. Nem a szemünkkel látunk, hanem itt hátul az agyunkban látjuk mindazt, amit látunk. A szemünk csupán egy optikai szerv, ami a külső fényt és képet átalakítja idegingerületté. Akaratlagos mozgások is innen indulnak ki, és ebből az egész képből csak annyit kellene
laikus gondolkodással megjegyezni, hogyha minden sejtünk, minden szövetünk a három csiralemezből alakult ki, ezeket a sejteket meghatározott idegi központok irányítják, akkor teljesen képtelenség olyat állítani, hogy mondjuk a tápcsatorna valamelyik sejtje elindul vándorútra, és mondjuk a csontba fog átétet létrehozni, vagy éppen a bőrben. Ezek a történetek egy időben azért jelentkezhetnek, mert valaki a tápcsatornát érintett biológiai program mellett megélt mondjuk egy önleértékelést és egy elválasztási konfliktust is. Ha ez a három egyszerre jelen van, mint konfliktus, akkor természetesen mindhárom csiralemezből származó szervünkben lesz valamilyen program, de nem áttét egyik a másik irányba. Áttétek nincsenek, nem létezhetnek, mert biológiai képtelenség. Tehát a három csiralemezből származó sejtek egy életen át úgy működnek, ahonnan ők származnak, és ezt nem fogja átírni egy másfajta gondolkodás sem. Az egyetfejlődéstől függ tehát az, hogy mi fog történni a szervezetünkben, és a harmadik biológiai természettörvényben, Anna doktor pont erre mutat rá. Minden, ami a belső csiralemezből, endodermából, illetve a régi mezodermából származik, magyarán a falat konfliktusok, a támadás konfliktusok és a gondozási konfliktusok a konfliktus aktív szakaszban sejtszaporulattal indulnak, a megoldásba a felesleges sejteket fogjuk lebontani, természetesen gyulladásos folyamatok közepette. Az önleértékeléssel, az elválasztási konfliktussal vagy birtokkonfliktussal kapcsolatos programok mindig sejt lebontással indulnak, majd ezeket visszaépítjük a megoldási szakaszban, mert a hiányzó sejteket is vissza kell pótolni. Ugyanakkor az agykéreg képes arra, hogy működés módosítson, fékezzen, gátoljon átmenetileg a konfliktusati szakaszban, majd a megoldási szakaszban a működés helyreáll. Természetesen minden időfüggvénye kérdés, mennyit ültünk a konfliktusati szakaszba, és ez milyen szöveti elváltozásokhoz vezetett. A negyedik természettörvényből kiderül, hogy azok a mikroorganizmusok, élőlények, mikroszkópikusan látható élőlények, akik bennünk laknak, azok a mi barátaink, vagyis a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok. Ezek segítenek nekünk a felesleges sejtek lebontásában, gombák és mikrobaktériumok, és segítenek a hiányzó sejtek visszaépítésében, mint az új mezoderma és az ektoderma során. Hammer doktor fedezte fel, hogy ezeknek a bennünk élő mikroorganizmusoknak is csiralemezhez kötötten van jelentőségük a szervezetünkben, és ha valakinek például egy humán papilloma vírus mutatnak ki egy vizsgálat során, hölgyeim, akkor nem azt jelenti, hogy HPV fertőzésünk van, hanem azt jelenti, hogy megoldásban van egy féltékenységgel kapcsolatos program, amiben a humán papilloma vírus csupán annyira segít, hogy visszaépítsük a lebontott nyálkahártyát. Tehát ezt kellene megértenünk, hogy erről van szó. Vagy ha a gombákról beszélünk, és valakinek mondjuk nagyon büdös a lehellete, az a nyelőcső alsó harmadának sejtszaporulatát lebontó gombáknak tulajdonítható, hiszen ők ott végzik a dolgokat, csak éppenséggel, hát a gombák vagy a gombabaktériumoknak a működése az nem éppen egy francia parfüm illatával hozható összefüggésbe. Tehát nem fertőzésekről beszélünk, vagy nem kandida fertőzésről beszélünk, hanem egy megoldatlan feladatról, amit ha megoldunk, ezek az úgynevezett fertőzések is
megoldódnak maguktól. Az ötödik természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy minden, de minden eldől a DHS pillanatában. Hiszen ez a sarkalatos pontja mindennek. A mi megélésünk az egyetlen valóság, ugye ezt már említettem. És ennek a megélésnek a hatására fog elindulni bennünk már egy túlélő program, a konfliktus aktív szakasz már segít minket a túlélésben, és a megoldásban pedig helyreállítja a szervezetünk mindazt, amit elkövetett a túlélés érdekében. Ez egy teljesen logikusan működő rendszer, csak hogy mi betegségnek nevezzük azt, ami épp a gyógyulási szakasz, és akkor kezelhetjük az úgynevezett betegséget, hogy meg ne gyógyuljunk. Tehát oda kell figyelni arra, hogy valójában mi az, amivel dolgunk van, és az éppen melyik szakaszban van, konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban, és rá fogunk jönni arra, hogyha ezeket ezt az öt alaptörvényt megismerjük, akkor már megnyugodhatunk, hiszen az ötödik természettörvény rávilágít arra, hogy nincsenek rossz indulatú, ismeretlen betegségek bennünk, nem Isten csapása vagy a sors csapása az a helyzet, amiben vagyunk, hanem éppenséggel mindent mi indítunk el, és mi is fogjuk megállítani és végleg megoldani, ha lezárjuk érzelmileg a napjainkat békével. Tehát akkor mégiscsak igaz az a mondás, hogy a biológián nem ellenem, hanem én értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, mit tesz a biológián, én értem. Ez így van, és azért mondom el mindig az öt biológiai természettörvény, hogy értsük meg, hogy mindannyian így működünk. Akár hisszük, akár nem hisszük. A germán gyógytudományban nem hinni kell, hanem ki kell próbálni. Mert mindenki akkor fog benne hinni, ha megtapasztalja ennek igazságait. Én különösen szeretem, hogy minden webkonferenciának az elején elhangzik az öt természettörvény, mert azt hiszem, hogy nem elég egyszer ezt hallani, hanem több százszor kellene mindannyian végighallgatnunk újra és újra azt, hogy miről is szól az öt természettörvény, mert ez ad egy magabiztos tudást ahhoz, hogy bármilyen a testemben történő folyamatot megértsem. Nekem nagyon sokat segített az a fajta memorizálás, ami a természettörvényekhez kapcsolódik, tehát minden úgynevezett betegségnek egy kiváltó oka van, ezt mondja el az első természettörvény. Igen, minden tünetünk mögött egy ok van. Mégis mennyire hajlamosak vagyunk a frontra, a horoszkópra, a csillagállásra, a légköri nyomásra, vízállásra, a genetikára, sajtóművekre, táplálkozásra, különböző környezetszennyezésre és egyéb fizikai behatásokra mutogatni. Egyszerűen ezt kellene legelsősorban szem előtt tartani, hogy minden érzelmi megrázkódtatás egy értelmes biológiai különprogramot indít el. Így van. A második természettörvény kimondja azt, hogy minden két fázisban zajlik, van egy konfliktus aktív szakasz és egy megoldási szakasz. Ez is már egy nagyon nagy támpontot és biztonságot ad számomra, hiszen ha fáradt vagyok, extrém fáradtság tör rám, akkor tudom, hogy ez már a megoldási szakasz. Második szakasz, ha pedig éjjel izzadok, nem érzem magam erőm teljében, akkor tudom, hogy hamarosan elmúlik a program. Igazából azokat a helyzeteket kellene komolyan venni, amiket elbagatelizálunk azzal a történettel, legyintéssel, hogy most stresszesek vagyunk, és most a meleg miatt nincs itt vágyunk, és nem tudunk aludni. Érdekes az is, hogy mi mindent engedünk meg magunknak egész nap, milyen DHS-eken megyünk keresztül. Ugye a harmadik természettörvény kimondja, hogy háromféle dolog történhet a szervezetünkben, vagy sejtet bontunk, vagy sejtet szaporítunk, vagy működést változtatunk. És ugye a három csillagelemez is itt kerül bemutatásra. Igen. A negyedik természettörvény elmondja, hogy kik a segítőink, a gombák, mikrobaktériumok, a vírusok már egyáltalán léteznek, ahogy a doktor feltételezi ezt, illetve a baktériumok, amik nem az ellenségeink, és itt azért fontos, hogy különbséget tegyünk
a laboratóriumban tenyésztett baktériumok és a testünkben élő igen, baktériumok hát vannak, vannak a külvilágban olyan baktériumok, amelyeket hát kitenyésztenek és aztán letesztelnek harmadik országban, járványokat idézve elő, de ne felejtjük el azt se, hogy a bennünk élő baktériumok is túlszaporodnak, ha nem zárjuk le a programot. Tehát nyilvánvaló, hogy ha valakinek 9 hónapig tartott egy birtokféltés konfliktusa és lesz egy súlyos tüdőgyulladása, akkor igenis be kell vonulni a kórházba, mert a betegségeknek a 20%-ának még mindig szüksége lesz arra, hogy kórházi ellátást igényeljenek. És az 5. természettörvényt én úgy memorizálom, hogy mindennek értelme van. Minden testünkben zajló folyamatnak megvan a maga biológiai értelme. Arról szeretnék egy pár szót kérdezni, még mielőtt tovább haladnánk az anyagban, drága Karesz, hogy ugye tudjuk, hogy minden folyamat mögött, ami a testünket éri, lehet egy DHS. Vannak olyan, nem lehet, van egy DHS. Igen. Lehetnek olyan esetek, amikre nem vonatkozik a gyermekgyógytudomány? Igen, amint a bevezetőben említettem, tehát a táplálkozással kapcsolatos, mondjam azt, hogy extrém történetek, azok nem DHS-ként hatnak a szervezetünkre. Tehát a hiánybetegségek, a nem megfelelő táplálkozás, a mérgezések, a sugár, terápia vagy éppenséggel egy atomrobbanás következményében fellépő sugárszennyezés, vagy éppenséggel hát nem tartoznak ide se a orvosi műhibák, se pedig a méregkezelések. Ezek fizikai szinten fognak minket megbetegíteni. Az egy másik kérdés, hogy egy baleset következtében az ember megél egy sokkos állapotot, és poszttraumás stresszként emlegeti a szakirodalom azt, amit nem tudunk feloldani egy ilyen történet kapcsán, na az már egy érzelmi, az már egy megélés. De az, hogy egy baleset során eltört valamelyik végtagom, az továbbra is, ugye ortopédián vagy balesetsebészeten fogjuk ellátni. És ez egy nagyon lényeges kérdés. Nos, ha mint mondtam, a nyelőcsővel folytatnánk a dolgokat, hát nyilván egy izmos csőről van szó, és összeköti a garatot a gyomorral, és ennek az izmos csőnek az a feladata, hogy a táplálékot szépen lejuttassa a gyomorba a nyelés után. Most minden csövet a szervezetünkben nyálkahártya bélel. Ennek a nyelőcsőnek a nyálkahártyája viszont két csíralemezből ered. Az alsó egyharmada az endodermális nyálkahártya, tehát belső csíralemezből származó, vagyis ez konfliktus aktív szakaszban mindig szaporodni fog tünetmentesen. Viszont a másik, a felső kétharmad csőnek a nyálkahártyája az ektodermális külső csíralemezből származó, és itt viszont először sejtszintű sorvadást lép fel, mégpedig fájdalommal. Sok esetben találunk olyat, hogy a középső harmadban is előfordul még ősi bélnyálkahártya, tehát endodermális nyálkahártya, és a sejtszaporulat, tehát nem csak az alsó egyharmadban, hanem előfordul, hogy a középső harmadban is megtalálható lesz, de a lényeg az, hogy mi a DHS. Mit kell ahhoz megélnünk, hogy például a nyelőcső alsó harmadában elindítsunk egy sejtszaporulatot, és nyilván falatról van szó, amit nagyon ne szeretnék nyelni, írja Hammer doktor, de nem tudom. És hát tapasztalati példákat tudok mondani, hogy olyan, aki nagyon szerette volna visszakapni a kölcsönadott pénzt, 4 éven keresztül küzdött, hogy megkapja, hát csinált egy gyönyörű nyálkahártya szaporulatot a nyelőcső alsó harmadán, amit megoldott, és hát nyilván fájdalma közepette, de lebontotta a felesleges szövetszaporulatot.
De olyat is hallottunk, hogy használati eszközt adott kölcsön valaki, egy, ha jól emlékszem, egy ruhadarabot a barátnőnek, és a barátnő vonogott visszaadni, és ez is elindított nyálkahártya túlszaporodást az alsó harmadban. Tehát a konfliktus aktív szakaszban elindul a nyálkahártya túlszaporodása, amit nyelőcsőrákra fognak diagnosztizálni. Ez tünetmentes, addig, amíg nem lesz túl nagy a szövetszaporulat, ekkor fogjuk észrevenni, hogy a folyadék az lemegy, de hát a szilárd táplálék az visszajön. Nehezített a nyelés. Amikor megtörténik a lebontás, akkor ugye, mint mondtam, hogy bűzös tuberkulotikus sejtlebontás lesz gyulladásos tünetekkel. Na most nyilván, hogy akinek függő gyógyulásban van egy ilyen története, annak sokáig, hosszú ideig fennmarad a kellemetlen lehellete. Aztán a gyógyult maradvány szöveteket oesophagus varixnak nevezi a szakirodalom, és ez csak akkor veszélyes, ha vesegyűjtő csatorna szindróma is fellép. Hammer doktor itt írja le ezeket a dolgokat. Ez egy nagyon lényeges kérdés, kérem szépen, mert ilyenkor vérzés lép fel, főleg, hogyha az illető megéli azt, hogy magányos, elhagyatott, nem értik meg, társas magányt él meg, esetleg létkonfliktusa van, egzisztenciális konfliktusa van, ugye ez a vesegyűjtő csatorna szindrómának a kialakítója, és ilyenkor több víz gyűlik be a gyógyuló szövetekbe, mint amennyi begyűllene, és ez viszont létre fogja hozni azt a vérzést, amit oesophagus varix vérzésnek nevez a szakirodalom. Nos, nagyon lényeges dolog lenne megértenünk azt, hogy a nyelőcső alsó harmadában, kérem szépen, a gyomorra vonatkozólag most egy kicsit előre lapozok, ha, és ez fizikai tényező, a reflux miatt, ha a sav érkezik a nyelőcső alsó harmadába, akkor ezt a nyálkahártyát, ez a sav kikezdi, és létre fog jönni az úgynevezett Barrett oesophagus. Amikor viszont nem szeretném a falatot lenyelni, azt élem meg, hogy valamit ledugtak a torkomon, le kellett nyelnem a békát, akkor viszont a felső kétharmad nyálkahártyája kezd konfliktus aktív szakaszban sorvadni, fekélyesedni, és kérem szépen ez fájdalmas nyeléshez vezet. Nagyon érdekes, hogy hányszor van az életünkben olyan lehetőség, amikor legszívesebben valamire nemet mondanánk, de mégsem tesszük. Igen. Vagy az utolsó percben nekünk kell beugrani valahová, amiről azt gondoltuk, hogy nélkülünk is megoldódik, és kénytelen kelletlen valamit úgymond ledugnak a torkunkon. Ha megnézzük, hogy hányszor választanánk más opciót az életünkben, mint amit a helyzet kínál, akkor nagyon sokszor észrevehetnénk azt, hogy megint lenyeltünk valamit. Ez nyilván, hogyha egy előre tudod dolog, igen, és nincs DHS kritériumok, nem teljesülnek, tehát igen, tudom azt, hogy alá kell írnom, igen, mert, és bár rágódom rajta, vagy bosszankodom rajta, de ez nem, ugye nem váratlan és nem hirtelen tőlünk. De abban a pillanatban, amikor itt teljesülnek a DHS kritériumok, akkor nagyon érdekes módon tudunk azonnal reagálni. Vagyis, hogyha egy ilyen történet kapcsán valaki azt teszi észre, hogy fájdalmas lesz a nyelése, akkor rögtön tudhatja, hogy konfliktus aktív szakaszban van. Állítsuk le ezt a történetet, nem újjék el a haragunkkal, mert ez a súlyosbodó fekély, ez fent fogja tartani a nyelési fájdalmat. És pont azért van olyan esettörténet, hogy valakinek már 2 éve van nyelési fájdalma, mert 2 évvel ezelőtt valamit idézőjelben ledugtak a torkán, és hogyha ezt érzelmileg nem oldotta fel,
és az illetővel folyamatos a kapcsolata, tehát gyakorlatilag állandó konfliktus aktív szakaszban, függő konfliktus aktivitásban van, akkor ez a nyelési fájdalom, ez fel fog maradni. Természetesen, hogy ilyenkor a családtag az, aki jelen lehet, hisz azzal fog találkozni nap, mint nap. És ezért nagyon lényeges, hogy vegyük észre a szokásainkat, mert ha valakinek az a szokása, hogy minden, ami nem tetszik neki, az úgy éli meg, hogy ezt, na ezt is ledugták a torkomon, annak a nyelőcső programja garantált lesz. Ugye a megoldási szakaszban visszaépülnek a sejtek vérzéses tünetekkel, és a kezdés az, hogy meddig tartott a konfliktus aktív szakasz, mert ugye a megoldás közepén az epileptoid krízisben fellép az izomgörcs, és emiatt nem fog tudni nyelni az illető. Tehát előtte már gyomorszondát illik felhelyezni, hogy ha szükséges, 2-3 héten keresztül, szondán keresztül ezt az embert tudják táplálni. Mert ezután, tehát a biológiai gyógyulás után minden helyreáll, és nem kellene megijedni attól, hogy ja Istenem, mi lesz velem. Ugye ilyen esetben a sebészeti eljárás az, hogy egy gyomor egy béldarabot ugye kimetszenek, és bepótolják oda nyelőcső gyanánt. Hát, hogy mondjam, ez teljesen a fizikai szintű gondolkodást tükrözi, és nem arról szól, hogy hajlandók lennénk felismerni, hogy miről is van itt szó valójában. Vagyis én arra biztatok mindenkit, hogy azokban a konfliktusokban, amely során valamit nem tudunk, vagy nem akarunk lenyelni, hanem ki akarjuk köpni, ilyenkor legyen kedvesek ennek hangot adni. Azt hiszem, hogy pontosan amiatt tartanak ezek a konfliktusok olyan hosszú ideig, mert nem merjük felvállalni a szándékunkat, az akaratunkat. Én azt hiszem, hogy jobb valamire nemet mondani, és esetleg kevésbé békésen valakire ránézni, mint ilyen nyelőcső nyálkahártya ulcerációt elindítani. Nagyon fontos tudni azt, hogy mi az, amit én vállalok, mi az, amit nem. Lehet, hogy időközben másképp érzem magam, lehet, hogy időközben meggondoltam magam, akkor merjem kimondani azt, hogy én ezt nem szeretném tovább folytatni, ezt nem akarom lenyelni. Vessünk ennek véget, beszéljük át, minden helyzetre van megoldás. Az egyik az, hogy nem szólunk, és ez a nyelőcsőnyálkahártyát fogja érinteni. A másik pedig az, hogy esetleg lesz egy kellemetlen esténk, de én azt hiszem, hogy ha megtanulunk igazából szívtől szívig kommunikálni, megtanuljuk képviselni erőszakmentesen azt, amit mi szeretnénk tudatni, és nagyon fontos az erőszakmentes kommunikáció, és nem a magas célvel kezdve, hanem szépen őszintén érvekkel, érzésekkel alátámasztani mindazt, ami bennem zajlik, akkor ezekre a programokra nem lenne szükség. Még egyszer hangsúlyozom, őszinte kommunikáció. Mondjuk ki, ha valamit nem akarunk. Így van, ez egy nagyon jó befejezése volt ennek a történetnek, de ugyanez vonatkozik a gyomor programokra is. Ezen a képen láthatjuk az agytörzsi metszeten, hogy a gyomornak a központja egészen a jobb oldalon található. A gyomor az agytörzsben a szerveknek az elhelyezkedését, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy sorba úgy következnek, ahogy a táplálék végigmegy a tápcsatornán, vagyis jobb oldalt bekerül a falat, bal oldalt pedig kiürül a széklet. Ez azért lényeges, hogy tudjuk, ugye a falat konfliktusoknál nincs kezességről szó. Nos, a gyomorról részletesebben, ha már doktor képét mutatnám be, itt látjuk még a nyelőcsövet is, ugye a gyomor fölött, majd a szaggatott vonal alatt beérkezünk a gyomorba. A gyomornak, amint látjuk, a sárga szín a domináns színe, hiszen a nagy görbület, ez a jobboldali része, a nagy görbület az, amelynek a sejtjei termelik a sósavat. A sósav az hidrogénklorid,
és a sav csökkentő gyógyszereknek, a proton pumpa gátoknak pont az a feladata, hogy a protont, a hidrogén iont már ne engedje a sósav a klórhoz kötődni, és így nagyon intenzív lesz a gyomorsav termelésének a gátlása. Csak hogy ez függőséghez vezet, kérem szépen, és utána, ha el akarjuk hagyni a gyógyszert, akkor pontosan a gyógyszer elvonás fogja beindítani reflexként az intenzív savtermelést. Az állandó rágódás az garantáltan gyomorsav túltermelést fog okozni. Aztán látjuk a kisgörbületen a piros színnel jelzett részt, ami átnyúlik a patkóbélnek a kezdeti szakaszában, amit bulbus duodeninek nevezünk. Ez egy hagymaszerűen kitágult része a patkóbélnek. A patkóbélről a vékonybél kapcsán részletesen beszéltem különben. Tehát a piros szín azt jelenti, hogy ektodermából, külső csiralemezből származó sejtszigetek vannak itt, és bár kaptam megjegyzést, hogy a kisgörbületben nincsenek ektodermális sejtek, a kérdést továbbítottam Hammer doktornak, és ő visszaigazolta, hogy igenis vannak, de a sav álló nyálkahártya alatt, vagyis itt a kisgörbületen is van sárga színű nyálkahártya, sav álló nyálkahártya, alatta van a piros színnel jelzett ektodermális nyálkahártya, ami viszont konfliktus aktív szakaszban sorvadni fog, és ez lesz a gyomorfekének a helye. Minden orvos tudja, hogy a gyomorfekély mindig a kisgörbületen vagy a patkóbél kezdeti szakaszán jelentkezik, és a nagygörbületben soha nincsen fekély, viszont a nagygörbületben van a tumor, vagyis a sejt szaporula. Nos, a gyomor nagy görbülete, tehát endodermális belső csiralemez eredetű nyálkahártyája, akkor fog szaporodásnak indulni konfliktus aktív szakaszban, amikor valamin, hát igencsak rágódunk. A konfliktus aktív szakaszban tehát a szekréciós sejtek, tehát a gyomorsav termelő sejteknek a szaporodása indul meg. És ha emlékezünk még a pajzsmirigyről szóló előadásra, nyilvánvaló, hogy itt is először hipertrófia és hiperplázia lép fel, vagyis a sejtek megpróbálják a saját erejükből a fokozott gyomorsav igényt ellátni, és amikor már erre képtelenek, akkor fog beindulni a savtermelő sejteknek a túltermelése. Konfliktus aktív szakaszban. Miért? Mert van egy konfliktusom, amit úgy éltem meg, hogy megüli a gyomromat. Amit nem tudunk megemészteni. Igen, rágódunk rajta. Rágódunk rajta, és itt a rágódáson a megüli a gyomromat történet az, ami súlyosabb. Van mögötte egy olyan történet, amin lehet bosszankodni, de nem a bosszankodás a jellemző, hanem a rágódás. Mert ha a bosszankodás lenne a jellemző, akkor a gyomor kis görbülete lenne érintett, de mindjárt arról is beszélek. De mint tudunk mi rágódni, mit tudom én, egy heteken, hónapokon keresztül? Hát azt gondolom, hogy a webkonferencia idejehez túl rövid, hogy mindent felsoroljam, hogy mi lehet, milyen bosszúságok érhetnek, amin rágódhatunk. Pontosan azokat az eseteket emelném ki, amit nem tudunk megemészteni. Tehát nem tudjuk magunkat túltenni azon, hogy a fiunknak nem sikerült az érettségi vizsgája. És hogy nem jutott be arra az egyetemre. Igen, és ezzel rágódunk egy éven át, míg végre valami történik vele. Vagy azon bosszankodhatunk, hogy nem bosszankodhatunk, rágódhatunk, hogy pontos kifejezést használjak, rágódunk azon, hogy az üzleti életemben nem mennek úgy a dolgok, hogy megjelent a konkurencia, hogy rossz híremet keltik, hogy pletykálnak, hogy a családon belül vannak ellentétes pólusok, rágódhatok bármin, ami valamilyen falat megszerzésében engem megakadályoz. Így van. Lehet ez
akár mondjuk egy befizetés, egy végkielégítés, meg nem kapása, egy másik kollégát léptetnek elő, és nem engem, és ezt nem tudom megemészteni, hiszen nekem kellene ezt a pozíciót betöltenem. Hát igen, ezek a konfliktusok, ezek nagyon, nagyon gyakoriak, és pontosan ezért van az, hogy annyi ember szed gyomorsav csökkentőt. Egész érdekes az, hogy a gyomorsav csökkentő szerés, meg ennek a szedése, meg maga a fizikai szinten jelentkező táplálkozási szokásaink megváltoztatása is, megváltozása is jelenthet számunkra megemészthetetlen dolgot, hiszen zömében azoktól az ételektől vagyunk eltiltva, vagy azokat nem tudjuk megemészteni, amiket valójában szeretnénk megenni. És ha mondjuk egy vendégségbe hívnak, és pont attól van nekem bajom, és ettől van túl sok savam, és csodába senki nem gondol arra, hogy nekem azért vannak emésztési problémáim. Ez is megölheti a gyomromat, hogy elhívtak vendégségbe, és én csak a köretet tudtam megenni. Igen, vannak emberek, akik tudják előre, hogy én a káposztát nem tudom megenni, vagy én hagymát nem tudok enni, vagy én tojásos nem tudok enni. De valójában ezek az emésztési problémák mögött mindig feloldatlan konfliktusok vannak, mert éppen ezeket az ételeket ettem, vagy emésztettem rágódás közben, és ezt megjegyezte a szervezetünk sínként, tehát innen az ételallergiáknak a megoldása is arról szólna, hogy ezeket feleslegességként tenni. Én arra buzdítom most a kedves hallgatókat, hogy vegyük egy picit számba az eddigi életünk történéseit. Melyek azok a helyzetek, amelyek megölik a gyomromat? Lehet ez párkapcsolati, munkahelyi, lehet gyermeknevelési, vagy családon belüli kommunikáció stratégiáknak az ütközése. Lehet bármilyen olyan dolog, ami számomra DHS-ként, konfliktusként van jelen az életemben. Én arra buzdítok mindenkit, hogy ha eddig nem tudtuk ezt megoldani, és már ennyit rágódtunk rajta, akkor tegyük fel magunknak a kérdést. Azzal, hogy tovább rágódom a témán, és itt előszedjük az ezer éves elásott csatabárdokat is, bocsánat, egy nagyon kellemetlen hasonlattal tudok most élni, senkit nem szeretnék megbántani, a célom az, hogy rávilágítsak arra, hogy mennyire feleslegesen rágódunk történeteken. Igen. Kicsit hasonló ez a gumicsonthoz. Igen. Hogy mindig előszedünk valamit, amin tudunk rágódni, aztán picit pillanatnyira eltesszük, de mindig jön egy újabb és egy újabb történet. Ez személyiségünk jegyünké válik, ez a folyamatos rágódás. Amikor az ember rágódik, rossz dolgokon morfondíroz, az rányomja bélyegét a hangulatára. Ebben a hangulatban képtelen objektíven dönteni, tehát újabb hibás döntéseket fog hozni. Innentől indul el a lavina. Én azt hiszem, hogy itt kellene megállni egy pillanatra, feltenni magamnak a kérdést. Érdemes ezen tovább rágódnom? Megváltozik valami az én rágódásommal, az én folyamatos önemésztésemmel? Mondjuk azt, hogy emészti magát. Igen, igen, ez is egy nagyon jó kifejezés. Azok, vannak történetek, mondjuk családi történetek, amin egy anyuka vagy egy nagymama folyamatosan tudja emészteni magát, de olyan mértékben, hogy elemészti magát, tehát konfliktus aktív szakaszban teljesen lefogy. Én még mindig ennél a gondolatnál szeretnék egy pillanatra így képzeletben megállni. Ha úgy tekintünk erre a történetre, erre a konfliktusra, ami lehet, hogy most a kedves hallgató eszébe jutott az egy konfliktus. Remélhetőleg csak egy van mindenkinek az életében is, nem több. Ha azon töröm a fejem,
hogy milyen rossz volt nekem akkor, amikor én ezt átéltem. Milyen súlyos következményeket hozott ez az én életembe. Milyen módon akadályoz meg abban, hogy szabad, boldog és kiegyensúlyozott életet éljek. Addig, ameddig ezen gondolatok között kóvágok, addig nem a megoldást keresem, hanem folyamatosan belerángatom magam abba a lefelé húzó spirálba, gondolatörvénybe, ami megakadályoz a valós megoldások meglátásában. Ha csak egy pillanatra elgondolkodnánk azon, ha más mesélné ugyanezt a történetet, vajon milyen jó tanácsot tudnék én neki adni? Általában akkor tudunk nagyon jó tanácsokat adni, amikor nem vagyunk érzelmileg érintve a történetben. Tehát ezt a szomszéd asszony, ha mondaná nekem, csípőből tudnám rá a magyarázatot, a választ és a teendőt. Ha ez így van, akkor miért nem alkalmazom a saját életembe? Ez egy nagyon jó meglátás, nagyon köszönöm, és remélem sok hallgató számára elindult egy másfajta gondolkodás, mert amit megváltoztatjuk a gondolatainkat, onnantól fog megváltozni valami az életünkben, de ameddig a gondolataink, a tegnapi gondolataink 95%-a, addig nem fog semmi sem megváltozni. És akkor nézzük meg, hogy mi történik a kis görbületben. Ugye na, itt jön be a bosszankodás, kérem szépen. Birtok bosszankodási konfliktus az, ami a gyomor kis görbületébe csapódik be. De olyan bosszankodás, amit nem tudok megemészteni. És ilyen lehet, ahogy Hammer doktor írja, hogy ha valakinek a barátnője éppen félrelépett, lehet a legjobb barátjával. De nem véletlenül kereteztem be itt, amit Hammer doktor írta a könyvében, hogy vannak igazi gyomor típusú emberek, akik mindig birtokbosszankodás konfliktussal fognak reagálni minden konfliktusokra. És akkor itt bejön a bosszankodás, mint alapvető, nagyon rossz emberi tulajdonság, ami viszont nem csak a gyomor kis görbületét, hanem az epe kivezető csatornát és a hasnyálmirigy kivezető csatornát is érinti, mert van olyan intelligens a szervezetünk, hogy ki fogja elemezni, hogy annak a megemészthetetlen bosszúságnak a megemésztéséhez mostan több gyomorsavra van szükség, vagy több epére, vagy több hasnyálmirigy váladékra. Ez fogja eldönteni, hogy a három említett hely közül melyik lesz az érintettebb. A konfliktus aktív szakaszban jelentkezik azonnal a fájdalom, mert ez a nyálkahártya, ami ektodermális külső csiralemezből eredendő, konfliktus aktív szakaszban fáj. Aki mélyebben benne van a germán gyógytudományban, azt tudja, hogy ősszáj nyálkahártya séma szerint működik, és ez azt jelenti, hogy a konfliktus aktív szakaszban és az epileptoid krízisben jelentkezik nagyon fokozott fájdalom. Ha valakinek, mondjam azt, hogy visszatérő tünete, vagy majdnem állandósult tünete az, hogy fáj a gyomorszája, akkor gondolkodjon el, hogy milyen megoldatlan bosszúságai vannak még mindig. Mert teljesen mindegy, hogy miért bosszankodom és rágódom, az a biológiának mindig ugyanazt a biológiai válaszát fogja elindítani. Lehet egyszerre több mindenen is bosszankodni, lehet az embernek egyszerre munkahelyi és családi problémája, vagy a barátaival lehet problémája, vagy bármivel, amit ő így reagál le, mert ugye mit mondtam, mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Nos, a megoldási szakaszban már jönnek aztán a kellemetlen dolgok, mert ugye vérzés lép fel. Ez lesz a vérző gyomorfekély, ami ugye a fekete szurok székletet fogja okozni, mert innen a vér a belek irányába megy le, és mivel itt a gyomorsavval érintkezett a friss vér, ezért lesz szurok fekete a széklet tőle,
nem akarok részletekbe belemenni, csak tudjunk róla, ha valakinek fáj a gyomra és fekete a széklete, akkor bizony már vérzik is a fekélye, amint azt itt látjuk a középső képen. Tőle jobbra, a másik képen azt látjuk, amikor már az epileptoid krízis után a hegesedési fázisban létrejön a jellegzetes hegszövet, látjuk csillag alakú összehúzást csinálva a gyomor kis görbületén. Van olyan durva DHS, ami olyan mértékű fekélyesedést indít be a gyomor kis görbületén, hogy kiukad a gyomor. Ilyen lyukasztóval átütött gyomrot láttam formalinban, morfopatológián, mert az illető bele is halt a fantasztikus bosszúságba, mert mire rájöttek, hogy mi a problémája, addig elvérzett, vagy ki tudja, hogy milyen oknál fogva váltott frekvenciát az illető, de tény az, hogy ezek a bosszúságok, ezek csak arra jók, hogy elgondolkodtassanak minket azon, hogy mi a következő lépés. Érdemes lenne a birtokbosszankodást abba hagyni, mert fontos lenne tudni azt, hogy mi az, ami az én birtokomon megengedhető, és mi az, ami nem. Nem akarok abba belemenni, hogy szükség van a birtokra, vagy nincs, kell-e ebben gondolkodnunk, vagy nem. Tudatosság hol van itt azokon a szinteken, ahol folyamatosan a bosszankodás témáját élem meg, azon a területen, ahol én otthon érzem magam, amiben én, bocsánat, csúnya szót használok, nyerekben érzem magam. Igen. Inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy mennyi olyan dolog van az életünkben, a négy falon belül, ami bennünket bosszant. Hány olyan tárgy vesz körül jelenleg életünkben? Nyilván nincs köze, komolyan vagy szó szerint a betegséghez. Csak úgy gondoljuk végig, hogyha a lakásunkban rengeteg bosszantó tárgyat halmozunk fel, és ettől nem vagyunk képesek megszabadulni egy tártól, amit nem szeretek és utálom, de kitettük, akkor a magánéletemben, most ebben e között szeretnék egy analógiát vonni, a magánéletemben történő események vajon hány százaléka az, amit én birtokbosszankodásként élek meg? Nagyon jó, mert rávilágítás a dolgok lényegére, hátterére, mert hogyha fenntartjuk a sineket, akkor ne csodálkozzunk rajta, hogy a biológiai program újra meg újra ismétlődni fog, vagy nem fog megszűnni. Eddig ugye beszéltünk arról, hogy a gyomorsav túltengés a rágódás miatt jön létre a nagy görbületi gyomornyálkahártya túltengése miatt, de a gyomorsav túltengés még nem jár fájdalommal. Fájdalommal a bosszankodás jár, kérem szépen, de ha valakinek van gyomorsav túltengése és van fájdalma is, akkor azt jelenti, hogy bosszankodik is, meg rágódik is egyszerre. És amikor már az egészről meg szeretne szabadulni, akkor jön be a reflux, amikor már ugye feljön és érezzük azt a savat, akár a torkunkban, a garatban, akár csak égő érzésként a mellcsont mögött érzünk egy kellemetlen fájdalmat. Ez azt jelenti, hogy meg szeretnék szabadulni mindattól, ami már annyira bosszant és amin rágódok. És ha ez ismétlődik, akkor amint említettem, a nyelőcső alsó harmadának a nyálkahártyája a sav hatására fog átalakulni. A bosszankodás a patkóbél fekére is átterjedhet. És vannak itten érdekes dolgok, konstellált állapotok, mint a bulimia, az anorexia, az agresszív konstelláció és az autisztikus konstelláció, amelyekben, mint látjuk itt jobb oldalt, a gyomor epe hasnyálmirigy relé mindig jelen van. De mi is az, hogy konstelláció? Aki még nem hallott ezt a szót, nem csak a csillagok együttállása a konstelláció, hanem azt is jelenti, hogy ha a birtokzónába tartozó
agyi relékből a jobb oldalon is és a bal oldalon is van egy aktív állapotban, vagyis fel nem oldott konfliktust élünk meg. És hogy mit tartozik a birtok zónákba, ugye már akkor itt kezdem, hogy birtok bosszankodás, ez mindig a jobboldali férfias birtok zónába fog becsapódni. A vele szemben látjuk az identitás konfliktust, ez a végbél nyálkahártyáját érintés, ennek mindig aranyért lesz a következménye. A területkijelölési konfliktus mind a férfias, mind a nőies birtok zónában a vizelet kivezető rendszer nyálkahártyáját érinti, és gyakori vizeletürítést fog okozni, de ha mindkét relé egyszerre érintett, akkor éjszakai bevizelés lesz a következménye. A két legnagyobb, legterjedelmesebb relé a birtok zónán belül, az kérem szépen a szívet érinti, vagyis a szívnek a koszorú ér artériás részét és ritmusát, illetve a koszorú ér vénás részét és ritmusát. A szívről szóló webkonferencia anyagban erről részletesen beszélünk. Itt a női birtokzónában még a mély száj nyálkahártya is részt vesz, meg nem termékenyítettség konfliktusa és szexuális konfliktusok is ide vezet, ide csapódnak be, és ez az a központ, ami képes leállítani a normális menstruációs ciklust is adott időre, míg a konfliktus fel nem oldódik. A felső részben a levegő szabályozó rendszer van, a birtokféltés konfliktus két reléje, a hörgő nyálkahártyáját fölötte a hörgő izomzatát, bal oldalt a női birtokzónában a rémületfélelem a GG-nek a nyálkahártyáját és a GG izomzatát érinti. Tehát a konstellált állapot azt jelenti, hogy az agyfélteke egyik és másik oldalán is van egy aktív góc, és ez viszont viselkedés változáshoz vezet. Minden konstellált állapotnak az a lényege, hogy viselkedés változás fog bekövetkezni, szintén a túlélés érdekében. Egy nagyon lényeges dolog még a konstellációkról tudni, annak, aki még ugye erről nem hallott, hogy a jobbkezes férfi első birtok konfliktusa a jobboldali relébe fog becsapódni, tehát a jobboldali birtok zónába fog becsapódni, nyilván annak függvényében, hogy bosszankodás, területkijelölést, birtokvesztést vagy birtokféltést élt meg. A nőknek, jobbkezes nőnek az első birtokzónás konfliktusa pedig a női oldalra fog becsapódni. A második konfliktus a szabad oldalra, akár férfiről, akár nőről legyen szó, mikor a második konfliktus érkezik, az már az ellenoldalra fog becsapódni. Na most a balkezeseknél viszont a becsapódás az ellenkező oldalra történik, tehát jobbkezes férfinek a birtokbosszankodás konfliktusa a túloldalra csapódik be identitás konfliktus relébe, és aranyeret fog okozni. Balkezes nőnek az identitás konfliktusa a jobboldali relébe fog becsapódni, a birtokbosszankodás konfliktusba, és természetesen gyomorsav, epebb vagy hasnyálmirigy programot fog elindítani. Tehát a balkezeseknél a birtok konfliktus az ellenkező oldalra csapódik be az első, a második természetesen a szabad helyre, és a harmadik konfliktustól pedig a súlyozottabb helyre csapódik be a harmadik konfliktus jobbkezeseknél. Balkezeseknél pedig még mindig az ellenoldalra. Én tudom, hogy ez most így nagyon tömény és sűrű volt annak, aki először hallott webkonferenciát, de részletesebben nem tudok erre kitérni. Erről külön webkonferencia szól a birtok konfliktusokról, és a szexuális konfliktusokról is, és ott részletezem, hogy mik a becsapódási szabályok a birtokzónába. Ezt azért kellett elmondanom, hogy megértsük,
a továbbiakban a különböző konstellációkat, amelyben a gyomorrelé részt vesz. A gyomorrelé mindig érintett, ez a bosszankodás miatt már eleve elindítja a gyomornak a programját, a refluxot, viszont azért zabálja tele magát az illető, mert az alfa sejteket irányító relé érintett, hogy a diabétesznél részleteztem, hogy a cukor anyagcserét hormonálisan a hasnyálmirigy irányítja, az inzulin szükséges a cukor lebontásához, a glukagon szükséges az cukor szint helyreállításához. Az undorfélelmi konfliktus az, ami csökkenteni fogja a vércukor szintet, és ez okoz egy olyan éhségérzetet, hogy ezért fogja telezabálni magát valaki, akinek ez a reléje érintett. Ez a farkas éhség, ez a hirtelen ránk törő, mindjárt meghalok éhen állapot? Igen, ez az az állapot, amikor gyorsan és sokat ennem kell, mert az az érzésem, hogy éhen halok, mert lezuhant a vércukor szinten. Na most ez a relé annak függvényében érintett, hogy férfiról vagy nőről van szó, vagy jobbkezesről vagy balkezesről van szó, természetesen, és a másik relé, az stabilan ugye a gyomor relé, amiről mondtam azt is, hogy a balkezes nőnek ez identitás konfliktust jelent. Tehát, ha az ellenszegülés, az undorfélelem, az identitás és a bosszankodás jelen van az életünkben, a kezesség fogja eldönteni, illetve a konfliktusok becsapódási sorrendje fogja eldönteni, hogy valójában ez a viselkedés változás hogyan fog megnyilvánulni. Van egy olyan társadalmi elképzelés, hogy ez csupán a tinédzsereket érinti. Dehogy is. Ez nem feltétlenül így van. Igen, gyakori a fiatalabb korosztálynál. Ez statisztikailag kimutatható, hogy ott biztos, azért ez nagyobb számban fordul elő. De gondoljunk csak bármilyen nem fiatalra. Hány olyan élethelyzetet élnek meg, amiben az alapvető válaszuk a bosszankodás? Azt hiszem, hogy maga a kamaszkor is egy ilyen folyamatosan fennálló konfliktus helyzeteket kínáló terepként tekinthető, hiszen ilyenkor próbálja minden egyes fiatal a saját szárnyait meglebegtetni, ilyenkor próbálják a határaikat a leginkább kitolni, és hát kivel szokott egy kamasz a legtöbbet vitatkozni, vagy kivel nem érti meg egyáltalán magát. Ugye kórusban mondták, kedves hallgatók, hogy a szüleivel. A házunkon belül, a birtokunkon belül van az a bosszantó tényező, akit anyámnak vagy apámnak hívok igen. Ilyenkor. Igen. És a folyamatos próbálkozásaim, hogy ide mennék, oda mennék, ennyi napra, annyi napra, ennyibe kérül, add ide az árát, és ne kérdezz, hogy mire kell. Igen. Körülbelül ez a háttere. Azért ez rengeteg DHS-nek nyújt táptalaj. Az identitás konfliktus a balkezes nőnél lehet például egy olyan, hogy mit fognak szólni a barátnőim, hogyha én még mindig anyámmal járok bevásárolni, hát ez tök ciki. Viszont én szeretem az anyukámat is, de bosszant az, hogy kicsúfolnak, vagy bűntűznek belőlem akkor, ha. Identitás konfliktus lehet az, hogy kivel barátkozzak és kivel nem. Mert hát ugye kamaszkorban szerettünk olyan barátokkal körülvenni magunkat, akik nem feltétlenül az anyukánk vagy apukánk kedvence. Ja. Az identitás konfliktus megnyilvánul abban is, hogy ki lehallgassak, ki vagyok én.
hol a helyem, ki a barátnőm, kihez tartozom, ki kell mutatkoznom ahhoz, hogy menő legyek. Igen. Nem feltétlenül minden fiatal az osztályban egyformán menő. Biztos, hogy van. És ahhoz, hogy a csapatban kivívjam azt a helyet magamnak, azt az előkelő tekintélyhelyet, amit szeretnék, ahhoz néha olyan dolgokat is meg kell tennem, vagy amitől félek, vagy amitől undorodom. Vagy a kettő. Vagy a kettő együtt, mert az a menő, ha. És akkor itt most nem adok ötleteket senkinek, de lehet egy olyan félelem-undor konfliktusa egy fiatalnak, ami egy olyan szituációból származik, amely során ő be akarja bizonyítani, hogy milyen bátor és milyen menő. Igen. Gondoljunk csak azokra az esetekre, amelyek a különböző szocializációs, ismerkedős csatornákon mennek. Hogy mutasd be azt, hogy. És lehet, hogy undorodom egy olyan bogár megevésétől, mint ahogy ez a múlt héten is begyűrözött a Facebookra, hogy mérgezett bogarakat ettek. Undorodom ettől a bogártól, meg félek is attól, hogyha megeszem, bajom lesz. Ez már egy ilyen helyzet. Nyilván egyéni döntést is feltételez, de van az a ráhatás, vagy van az a közeg, aki erre rá tud kényszeríteni. De bennem lehet az ellenszegülés konfliktus is, hogy erről is beszéljünk, amikor nem akarom, hogy ez így történjen. Nem akarom, hogy a barátnőmnek legyen barátja, amikor megegyeztünk, hogy na mi aztán nem pasizunk be soha, legalábbis 48 éves korunk alatt szó sem lehet róla. És megtörténik a és csoda. És mégiscsak megtörténik, nem akarom, hogy elveszítsem a barátnőmet, nem akarom, hogy kicikizzenek az osztálytársak, nem akarom ezt a pozíciót vállalni, nem akarok én az osztály strébere lenni, és így tovább is így tovább. Nem akarom, hogy anyám és apám még mindig irányítson engem. Igen, és tehát jön az ellenszegülés. A történet sokszínű lehet, de szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy nem a történet a lényeg, hanem a saját megélés. És hogy ez a megélés, ez egy DHS-sel társuljon. Mert vannak olyan emberek, akiknek tényleg nem tetszik soha semmi, és alapjában minden ellenszegülő típusok. Igen. Mert alapjáratban ő egy kicsit nehezebben kezelhető. De szükséges az, hogy legyen benne DHS. Ez nagyon-nagyon lényeges kérdés, mert ha nincs konfliktus, nincs betegség. A következő konstelláció, melyben a gyomor elé részt vesz, az az étvágytalanság, anorexia. A szakirodalomban is ismert az anorexia nervóza, az ilyen betegeket pszichiáterhez szokták elküldeni. És mi is a baj az anorexiásnak? Hát kérem szépen, egy torz énképe van, egyfolytában azt nézi, hogy mennyit hízott, és nem kilókat, hanem dekákat mér a mérlegen. Ugye nála a mérleg az egy olyan fontos eszköz, mint egy karóra, és egész életében diétázik, poplal, vagy ha néhány deka ráment, akkor komoly edzéseket fog elvégezni, hogy lefogjon, és ezek az emberek tényleg csontsoványak. Ezek az emberek társaságban nem esznek meg akármit, válogatósak, és annak ellenére, hogy ő a legsoványabb a csapatban, még mindig kövérnek érzi magát, ezért szomorú, lehangolt és sokszor fázik. De mi van itt az anorexia mögött? Van egy bosszankodás, amint itt látjuk, és hát a túloldalt láthatjuk, hogy a női birtokzónának minden reléje érintett lehet. Tehát lehet birtokféltés. Akkor adjunk egy-egy példát is rá, jó? Igen. Nézzük meg azt, hogy mi tud egy nő,
vagy egy férfi bosszankodni. Elnézést, én egy nőies példát fogok előhozni, ez a kézenfekvőbb számomra. Van egy bosszankodás, van egy alaphelyzet, bármi, ami DHS-ként hatott rám, és bosszankodom. Ha a nőies birtokzónában mondjuk a legfelső érintett, az milyen birtokzónát? Az egy rémület, félelem, valamitől hirtelen, meglepetésszerűen megijed, megrémült tőle. Elakadt a szava. Fiatal lánynak azt mondja a barátja, ha ezt és ezt nem teszed meg, akkor kész, vége, szakítok veled, és választom a másikat. A másikat. Kész. Mert ő így érte meg. Biztosan azért kell neki a másik, mert az hegycsinosabb nálam. Így van. De megélheti az egészet egy szexuális konfliktusként is, és ebben benne van az is. És akkor már tökéletes lesz az étvágytalanság, mert azért egy ilyen hangulatban, én szerintem, egy hölgynek abszolút elmegy az étvágya az evéstől, bosszankodik is, és megél egy konfliktust megrémülve, és szexuális jelleggel. És itt van a következő, az ugye az identitás konfliktus, amikor azt se tudom, hogy kihez tartozom. Mert hogy a barátom a Facebookon bejelentett, hogy bonyolult kapcsolatban van. Igen. Vagyis valami a varázsomból megtört. Más lányokkal is járni szeretne. Vagy nyitott kapcsolat felé szeretné az irányt vinni, hogy lehessen más barátnője is rajtam kívül. És hát akkor most járjak vele, vagy ne járjak vele, engedjem, hagyjam. Belemenjek, ne menjek, kihez tartozom, vagy mondjuk elváltak a szüleim, mehetek-e apámhoz, szerethetem-e apámat azok után, amit tett anyámmal, kire hallgassak, stb. És van a területkijelölési konfliktus, amikor is ki akarom jelölni a határaimat, hogy eddig s ne tovább. Ebben már ne szüljönök bele, megjelenik anyám új férje, aki próbál pótpapaként viselkedni, és ezt nem tudom elfogadni, és még bosszant is, hogy ott van anyámmal. Tehát, és kialakul az étvágytalanság, az anorexia. Az a fontos, kedves hallgatók, hogy nem mindig óriási dolgokban kellene gondolkodni. Az életünk tele van olyan konfliktus helyzetekkel, amiket megéltünk. Nagyon könnyű különböző médiákat hibásnak, felelősnek kinevezni. Nyilvánvaló, hogy a jelen pillanatban, a társadalomban szépnek nyilvánított test az vékony. De attól, hogy a plakáton meglátunk valakit nagyon csinos, nagyon sovány szálkás testtel, attól még senki nem lesz sem bulimiás, sem anorexiás. Ahhoz, kedves hallgatók, konfliktusokat kell megélni. Olyanokat, amikről az előbb beszéltünk. Fontos lenne tudni azt, hogy az életünket nap mint nap átgondoljuk, átértékeljük, és pontot tegyünk az aznapi konfliktusok végére. Így van, és akkor nem fog kialakulni ilyen viselkedésváltozás se az életünkben. Aztán ugye még mindig ott tartunk, hogy bosszankodás és az identitás konfliktus, ami viszont létrehoz egy agresszív viselkedést. De nincs agresszív viselkedés, ha ez a két relény nem érintett. Nyilvánvaló, hogy jobbkezesnél, balkezesnél más-más sorrendben lesz a két relé elfoglalva, de a lényeg az, hogy ez a két relé konfliktus aktív szakaszba kerül, és innentől jön az agresszív viselkedés, amikor egy kiszámíthatatlan robbanás, egy őrjöngés, egy álmokfutás indul be, valakinek megpiszkálják az identitását, akkor ez az oldal kerül aktivitásba, és ez lezár, és megnyilvánul a mániás rész a mérlegszabály szerint, és akkor itt látjuk a képnek az alján a mániás konstellációnak az ábráját. Tehát ekkor a agressziója kifelé tör, viszont hogyha a depresszív állásban van a mérleg, akkor önmagával szemben lesz az illető
hát hogy mondjam, agresszív, és hát öncsonkítást is képes elvégezni. Igen, és ez a jelenség, ez megint egy aktualitást von maga után. Ha tudnánk úgy közel kerülni a fiataljainkhoz, a gyerekeinkhez, a környezetünkben levő önmagukat kereső, ön megfogalmazásukat, ön meghatározásukat feszegető, identitáskonfliktussal küzdő fiatalokat, meg tudnánk úgy szólítani, meg tudnánk érteni, meg tudnánk a problémájukat beszélni, vagy csak legalábbis lehetőséget adni arra, hogy elmondja, hogy mit érez. Igen. Vagy értőfülekkel hallgatni mindazt, amit mond, akkor sok mindent meg tudnánk tudni, oldani időben, a kellő pillanatban. Az önmagammal szembeni agresszív magatartás az rengeteg színben, mértékben tud megnyilvánulni. Nem szeretnék ebbe belemenni, ez egy nagyon hosszas téma, lehet, hogy mi számít annak, és mi nem. Én nem a részletekbe szeretnék elveszni. Én szeretnék arra rávilágítani, hogy egy érző, értő és halló anyai szív nagyon sokszor ezektől a kifelé vagy befelé mutatkozó agresszív magatartásoktól hogyan tudja távol tartani a gyerekét. Nyilván nem kamaszkorban kell ezt elkezdeni, hanem sokkal hamarabb és előtte, és akkor, amikor még mindenki jól van, hogy hogyan kezeljük a konfliktusainkat, és bocsánat, de említést kell tennem arról, hogy a gyermekgyógytudományt nem akkor kellene megismerni, amikor nagy baj van, hanem még egészségesen, hogy egészséges válaszokat tudjunk adni a konfliktusainkra. Nagyon jó a megfogalmazás, hiszen hogyha valaki anyaként a gyermekgyógytudományt idejében megismeri, az nagy mértékben ki fog hatni a nevelésre. A gyermek azt másolja, amit a családban lát, és nem azt csinálja, amit mondanak neki. Gondolom, ezt mindenki megtapasztalta a saját életében, vagy a gyermekei életében, a nevelésben. Tehát a nagyon lényeges kérdés lenne, hogy mi magunk a konfliktusainkat hogyan rendezzük le, és hogyan tudunk egy békés hangulatot kelteni egy családon belül, hiszen az agresszív viselkedés az társadalmi jelenségé nőtte ki magát. És az identitás konfliktusnak a megpiszkálásával, hogy így mondjam, igencsak komoly csoportokat lehet arra biztatni, hogy neki menjenek a többségnek. Azt hiszem, hogy ez azért nyugodtan nevezzenek a hallgatók paranoiásnak, azt hiszem, hogy ez ismervén a gyermekgyógytudományt nem feltétlenül véletlenül alakul ez nagyobb eseményekkor, és nagyobb változást megelőzően mindig előkapunk egy kisebbségi kérdést, amiből aztán indokoltá tudjuk tenni a szabályok, törvények szigorítását, jogszabályváltozást, új intézmények létrehozását, és így tovább. Vagy egyebeknek a bezárását. Talán van ebben némi szándékosság. Hát, én úgy érzem, úgy hiszem. Természetesen 1981 óta a gyermekgyógytudomány, mondjam azt, hogy ott van a köztudatban, és aki ismeri, az tudja jóra is és rosszra is alkalmazni. Az autisztikus konstellációhoz szintén ugye szükséges a gyomorrelé, és ott van a rémületfélelem konfliktus, ami viszont egy olyan viselkedés változást hoz létre, hogy amikor mániás helyzetben van a mérleg, vagyis a rémületfélelem áll konfliktus, a rémületfélelem konfliktus kerül színre, akkor az illető, mint egy biorobot képes dolgozni akár 14-16 órán keresztül is, és nagyon pontosan ezek a ilyen emberekre van szüksége a mai iparnak,
De ha depresszív helyzetbe jön a mérleg, akkor ugye az a lényeg, hogy itt a bosszankodás került sínre, és egy valamilyen mozdulatot ismételget folyamatosan, és ezek az emberek kitartóan belefeledkeznek valaminek a kutatásába, a részleteibe, és gyufaszálakból képesek parlamentet építeni, stb. Nem csak gyerekeknél, hanem felnőtteknél is jellemző ez a viselkedés minta. Gyerekeknél egy oltás kapcsán is létre lehet hozni egy ilyen történetet, ha anyuka bedobja a gyereket a rendelőbe, és kimegy, mert ő nem akarja végignézni a gyermekének az oltás beadását. Ilyenkor a gyerek ugye megéli a rémület félelmet, mert megszúrják a tűvel, és ugyanakkor bosszankodik, hogy anya ott hagyta idegenek között, és már autisztikus konstellációval viszi haza a gyereket. De beszélhetnénk olyan autisztikus konstellációkról, bocsáss meg, hogy rögtön szabadba vágtam, és kihasználom a lehetőséget, hogy egy újabb autisztikus konstelláció állapotot tárjak fel, amit nem neveznek autizmusnak. Igen. Hát ezért ez egy autisztikus konstelláció. Igen. Hol lehet egy ilyet beszerezni? Képzeljük el, hogy van egy példa Aladár nevű magyar állampolgár, aki egy multinacionális céghez szeretne szerződni középvezető beosztásban. És akinek bármilyen pici csekély tapasztalata van a multinacionális cégek belső hangulatáról, az tudja, hogy hát azért komoly belső harcok és versenyek mennek, bármennyire is mutatjuk, hogy mekkora csapatjátékosok vagyunk, azért vannak bizonyos szegmensek, gondolok itt mondjuk az élelmiszeriparban, vannak olyan területek, amelyek elérését, vagy üzleti siker elérését tűzi ki célul, ez a bizonyos target nevű csúnya angol szó, amit folyamatosan el kell érni. Ha ma eladtunk X-et, akkor holnap X plusz 5-öt kell eladnunk ugyanahhoz az eredmény eléréséhez. Most ez a rémület félelem, hogyha nem éritek el ezt meg ezt a célt, akkor jönnek a restrikciók, a megszorítások, és hát bizonyos szolgáltatásokat, anyagi juttatásokat, hát hümmögve, de vissza kell vennünk tőletek. Most az a középvezető, aki X forint fizetéssel rendezkedett be, az X mínusz nem szívesen szeretné elérni. Igen. Ez egy rémület félelem, mi van akkor, ha nem tudom elérni, ha nem tudom eladni, ha nem tudom megszerezni, ha nem tudom megtartani Sőt, azt az ügyfelet, aki ezt nekem teljesíti. Van egy rémület félelmem, hogy a főnök azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, van nálad egy ígéretesebb jelentkező, ha ezt nem teljesíted, akkor bizony más kollégát fogja ezt a feladatot ellátni. Ugye ez már egy rémület félelem és birtokbosszankodás, mert ugye a birtokom a munkahelyemen van valaki, aki alig várja, hogy a helyemre tudjon lépni. Sohányszor ránézek, összeszörül a gyomrom. Netán éppen ketten versenyzünk egy pozícióért, azért a bosszankodás, egymás bosszantása azért ilyenkor működik. Vannak azok a bizonyos emberi játszmák, amik ilyen helyeken sorszerűen előfordulhatnak. Nem mindenütt van ez jelen, tehát nem sablonokat szeretnék alkalmazni, hanem csak a figyelmet felhívni arra, hogy milyen kevés dolog elég ahhoz, hogy valaki autisztikus konstellált állapotba kerüljön. A rémület félelem köpménye elé nem tudok. Olyan helyzetbe kerülök, hogy a birtok bosszankodás, az, hogy ott van körülöttem, nem messziről fenyegetnek, hanem az én birtokomon belül van valaki, aki bosszant. Na most gondoljunk csak végig, hogy hány olyan lehetőség van az életünkben, ami rémület félelemmel tölthet el. Valakinek a balesete, a betegsége, a halála, az odaköltözése, az elköltözése,
Ez mind-mind rémületfélelemmel tölthet el, bármennyire is felkészültnek érezzük magunkat, sajnos a konfliktusokkal szemben nincs biztosításunk, tehát egy DHS-t bárki bármikor megérhet. Ha benne marad a konfliktusban. Akkor nyilvánvalóan ez a konstellált állapot is fennállhat. Miért fontos ez? Hogy tudjuk, értsük azt, hogy ha valakinek valami olyan félelemmel van jelen az életében, hogy köpnényelni nem tud, ez a rémületfélelem, és ebből nem tud továbbállni, nem meri elmondani, pont itt van amúgy a DHS összes konfliktus, összes DHS-ében ott van, hogy nem beszél róla, tehát nem az érzést tárja fel, de ez különösen igaz a rémületfélelemnél, mert szinte megnémul a félelemtől, és a birtokbosszankodással kapcsolatban is nem meri kimondani, hogy én ezt nem így szeretném, vagy ez engem bosszant. Sőt, jó képet kell várni hozzá. Igen, így lehet biorobotokat kiképezni. A biorobot szó, azt tudom, hogy mindenkit sért, de azt hiszem, hogy sokan beleestek már abban a hibában, hogy éjt-nappal át téve dolgoztak egy nemes cél eléréséért a munkahelyen. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mi az a rémület, félelem, és mi az a birtokbosszankodás, ami képessé tesz ezekre az állapotokra, és ezeknek megélésükre. Nagyon köszönöm ezt a megjegyzést, mert rájöhetünk arra, hogy mennyi olyan helyzet van, amiben mi ezeket a dolgokat megélhetjük, de mint mondtam, akkor lesz belőle viselkedésváltozás, ha benne ragadunk a konfliktusban. Úgy gondolom, hogy a mai nap is sikerült tudatosítani, hogy a germán bőtudomány egy alap nem csak a megértéshez, a felismeréshez, de a megelőzéshez és a megoldáshoz is egyben. Mert ha valamit megértek, felismerek, akkor tudom, hogy legközelebb hogyan kerüljem ki, vagy hogyan oldjam meg. Tehát nem azoktól a statisztikai tényezőktől függ a megbetegedésünk, amiről a medicina szól, hanem attól függ, hogy hány fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásunk van. Mert ez fogja meghatározni a biológiai programok hosszát, ha nincs feloldva, ugye a sínek meghatározzák a ritmusát, a lefolyását, és ezek mind külön névvel lesznek, illetve a medicinában. A külön programok ismeretével viszont felismerjük az okokat, a tüneteket, és ezzel a valós megoldást kezdhetjük el a gyógyulásunknak az érdekében. Ugyanakkor a germán gyógytudomány rámutat arra, hogy ha feltárjuk és megoldjuk valójában ezeket a kellemetlen élményeinket, akkor nem a következmények életre szóló kezeléssel foglalkozunk, nem kell egy életen át gyomorsav csökkentőt szedni, csak hogy a példánál maradjak, hanem meg kell oldani a rágódást. Igen, ehhez változni kell, mert ha az a típusú ember vagyok, aki mindenen rágódik, akkor borítékolva van a gyomorprogram. A germán gyógytudomány valóban tudomány, mert rendelkezik a tudomány ismérveivel, vagyis reprodukálható, összehasonlítható és előrejelezhető. Természetesen tudnunk kell a DHS pillanatát és a megoldást, és akkor fogjuk tudni kiszámítani, hogy a program mikorra fog kifutni. Tehát nem szükségesek állatkísérletek, viszont tudnunk kell, hogy minden az anyaméhen belül alakult ki, olyanná, amilyenné kialakult. Ehhez az öt természettörvényt, ha megértjük, akkor meg tudjuk érteni azt, hogy hogyan működünk. Innen itt már nincs a pániknak alapja, ha tudom, hogy a folyamatok bennem a gyógyulásról és a túlélésről szólnak, akkor csak le kellene nyugodnom, és tényleg be is fejeződne a program. Az érzelmi megoldásra nem győzöm felhívni a figyelmet, mert ha érzelmileg oldok meg valamit, akkor a sínek is eltűnnek. Ha nem érzelmileg oldottam fel a dolgot,
akkor a sinek majd gondoskodnak arról, hogy tovább szenvedjek tudományosan.